sportosat. Híradónk vendége Kiss László, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz. Ugye a futball EB sorsolása óta még nem beszéltünk, sőt, előtte is már jó pár hete, hogy nem találkoztunk. Rögtön egy csúnya kérdéssel hagyj nyissak most. Akkor most hogy is állunk itt a futball Európa-bajnokság előtt? A sorsolás után a kapitány Rossi azt nyilatkozta, a továbbjutás nem cél, hanem álom. Míg az MLS elnöke Csányi úr, ebből a csoportból a továbbjutás kötelező. Akkor most mi is van? Hát most itt az jutott az eszembe, hogy kinek a helyébe képzeljem bele magamat. Na most hát a Csányi úrban nem szeretném, bevallom őszintén, mert nem tudok annyi pénzt elővenni, meg nem csak pénzt, hát azért valljuk meg őszintén, egyéb dolgok szervezési és egyéb dolgokat, amelyet ő kis ujjából rász ki, ugye én nem tudnám megoldani. Ugye a másik oldal, hogy szövetségi kapitány lennék-e, a Rossi bebizonyította azt, hogy sokkal jobb szövetségi kapitány, mint én lennék. Ezt onnan tudom, hogy én ezt úgy mérlegelem, hogy így mondjam. És nekem már sokszor mondták azt, hogy te túl realista vagy. Hát az vagyok. Na most, hogy kinek van ugye abszolút igaza. Most lehet azt mondani, hogy ez egy nehéz csoport, meg azt is lehet mondani, ugye, hogy vannak ettől gyengébb csoportok is, meg erősebb csoportok is, megközelítés kérdése az egész. Azért valljuk meg őszintén, hogy ebbe a négyes csoportba nevezzük így magunkat. Én azt gondolom, hogy ha a második helyet mi meg tudjuk szerezni, az szerintem az egy, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy egy nagyon nagy bravúr, de az egy óriási dolog lenne. Tehát jelen pillanatban én úgy vélem, hogy a mi válogatottunknak az ereje, az erejéből nem következik az, hogy ebbe a csoportba mi minden további nélkül legrosszabb esetben a másodikak legyünk, nem beszélve arról, hogy esetleg az elsők. Annak ellenére, hogy mondjuk ugye volt ilyen, hogy a németekkel játszottunk, és az utolsó pár percet csalták a németek ellenünk, ugye, mert nehogy véletlenül megszerezzük a labdát, a saját szögletzászlajuknál, emlékszem rá, ott hárman, négyen próbálták körülvenni úgy a labdát, nehogy a magyarok hozzáírják, az a véletlenül góltunknak, akkor végünk van. Tehát ez akkor volt, és az egy mérkőzés volt, valóban jól teljesít a magyar válogatott, tehát ez nem vitatárgya, de én azt gondolom, hogy ha a második helyet megcsípnénk, az hát nem is csodaszámba menne, de óriási fegyvertény lenne. Minden esetre ugye több szakember is megszólalt már ez ügyben a csoporttal kapcsolatban. Egyik oldal azt mondja, hogy igenis, ki lehet ebből jutni, hanem most tud ez a magyar labdarúgó válogatott a csoportmérkőzésből tovább lépni. A másik meg ugye óvatosan fogalmaz. Viszont mind a két oldal egyetért abban, most a németeket leszámítva, hogy a Svájctól kell a legjobban tartani. Igaz ez? Nem a skótoktól, ezt mindenki hangsúlyozta, kimondottan a svájciakra hegyezték ki, hogy ez okozhat nekünk meglepetést. Ami csak azért rossz, mert velük kezdünk. Svájciakkal kezdünk. Svájciakkal, bocsánat. Így van, Kölnben lesz a mérkőzés, június 15-én 15 órakor. Tehát ha a svájciak ennyire féltik a magyarokat, és mi ott nullával kezdünk, utánuk jön a német-magyar meccs, akkor úszott a csoport. És milyen érdekes, mert még egyszer, valóban a Svájc ennyire jó, hogy viszont ebből mind a két oldal a Svájcot emeltek, hogy ez lehet a leghúzósabb meccs. Mint említettem, mindig realista vagyok, és voltam is, és maradok is most már a fennmaradó 40-50 évre. A következő, tehát először is előre lejátszani ezt, ez borzasztó nehéz dolog. Millió dolog, ha visszaemlékszel mondjuk az elmúlt EB-re, franciaországi EB-re például, ott ugye az osztrákokkal kezdtünk, és ugye legyőztük őket, és elindultunk, igen, hogy így mondjam, tovább jutottunk, ugye portugálok voltak, stb. Fantasztikus gólok, játékok, stb. Tényleg nagyon rendben volt minden.
De azt elfelejtjük, hogy hogyha az első 10 percben nem rúgnak egy hármast az osztrákok, akkor hát egy kicsit másképp alakult volna. Kapufa volt, véletlenek sorozata volt, hogy nem kaptunk gólt, hogy így mondjam, és aztán szép lassan belelendültünk. És lett az az eredmény, ami lett, tehát pozitív. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzésnek egy ilyen négyes csoportba, ahol ráadásul nem hónapok telnek el, ugye egy négyes, mint most volt jó, nem négyes csoport, mert többen voltunk, ugye. Tehát az, hogy az első mérkőzésnek a végeredménye, az rendkívül fontos. Hogyha mi gyakorlatilag, én legalábbis így gondolom, ha valójában nem jól vívjuk meg az első mérkőzésnek az eredményét, hogy így mondjam, a végeredményét, és nekünk mondjuk így, hogy úgy kell neki menni a németeknek, hogy nekünk muszáj nyerni, akkor bajba lehetünk. Ez tény és való. Tehát magyarul az első mérkőzésen, függetlenül attól, hogy kivel játszunk, ugye, de hát tudjuk, hogy kivel játszunk, döntetlennél rosszabb eredményt nem szabad elérni. Tehát ez gyakorlatilag egy kötelező dolog, arra nem beszélve, hogy valóban így van, hogy a svájciak nem rosszak. Most nem akarok párhuzamot vonni természetesen, de amikor mi 82-ben kijutottunk a VB-re, akkor is Svájccal mérkőzés, a svájciak akkor is kezdtek el följönni, hogy így mondjam, és igenis óriási szerepünk volt abban, amikor továbbjutottunk, utólag persze, mert mindig utólag borzasztó okos az ember, hogy Lucernben nem kaptunk ki, mert 2-2-t tudtunk játszani, itthon meg megvertük őket, egy 3-0-ra viszonylag simán. Ugye? Tehát egy rendkívül pozitívan jöttünk ki. Magyarul az első mérkőzés teljesen mindegy, hogy Svájc, vagy német, vagy éppen skót, nekünk eredményt kell produkálni. Ez az egyik része. A másik része, én úgy gondolom, hogy egy ilyen tudom, hogy európai, de gyakorlatilag világesemény, valljuk meg őszintén, azt mi pozitívan csak akkor tudjuk megvívni, tehát zsinórba 3 naponta ugye mérkőzést játszani, hogyha a mondjuk így, hogy a sztárjaink, vagy a legjobb játékosaink, inkább így fejezném ki magamat, azok nem lesznek sérültek. Tehát itt óriási szükség van az ő erejükre. Ha ez nincs meg, akkor bizony bajba lehetünk. És sajnos hát futball olyan, hogy nehéz pótolni, természetesen egy-egy meccsre lehet, de összességében nagyon nehéz, tehát magyarul nekünk az első mérkőzésen eldől mindenünk, ezt én mondtam. Ugye ezt mondtam én is végül, és az a sok minden eldől. De ugyanakkor mennyire kell ezzel foglalkozni, hogy csoportot túléljük-e vagy sem, hiszen mint tudjuk, minden második csoportból, ugye matematikailag, a harmadik is tovább lép. Tehát tulajdonképpen csak 4 csoport lesz, ahol csak az első 2, másik 4-ből 3 is tovább él. Tehát egy kicsit hig a mezőny. Tehát most igazából sportértéke, most 4-ből 3 tovább lép. Igen, ezért most megint nem menjünk bele a matematikába, de megint párhuzamot szeretnék vonni, de most a női kézilabdát hozom, hogy kiestünk tegnap, ugye? Tegnap igen. Volt, ugye? Igen. Tegnap előtt, már nem tudom. Aztán, hogyha holnap nyerünk, akkor lehet, hogy ki leszünk az olimpián. Pedig azt semmit sem csináltunk, igen. Hanem úgy alakultak az eredmények. Tehát, de ebben bízni nem lehet. Tehát ez kevés. És az sem mindegy, ugye, hogy a vereség milyen arányú. Ugye? Az sem mindegy, hogy milyen színvonalú meccsen kapsz ki, hogy tudsz-e abba kapaszkodni, hogy igenis azért nem vagyunk mi oroszok, hanem most pekesek voltunk, és azért kaptunk ki, vagy pedig az, amikor azt mondják, hogy 0-4, beleszaladhatunk ilyenbe? Hát azért egy EB-n beleszaladhatunk, de ne szaladjunk ilyenbe bele, mert akkor aztán nagyon nagy baj van. Ugye, mert szaladtunk az előbb, mint a francia EB-n, amikor jött az egyenes kieséses. Hát így van, és ezzel már nem tudom. Mit a pályán se lettünk volna. Hát igen, mert azért mondom, hogy odáig azért voltak nekünk szerencsés dolgaink, csak úgy adtuk elő, mint hogyha az direkt történne meg, hogy ott nem akarok hazudni, hogy portugálok, mert játszottunk 3-3-at, ugye? Igen. Abból 2 gól olyan volt, hogy tiki-takizott a lőtt labda az ellenfél bábujaikon, mint hogyha ilyen rugós focit játszottunk, de a közvélemény is, meg a játékosok is elhitte, hogy nagyon jók vagyunk. Igen. Erre nagyon vigyázni kell, tehát
én azokban a játékosokban bízom, akik hasonlók voltak, mint én, nem tudásilag, hanem ugye realisták lesznek, és mindig el tudják helyezni magukat. De igazság szerint most tulajdonképpen mitől lesz jó? Most miért kell ilyen drámát csinálni, most túléljük a csoportot, vagy sem? Mert az előbb említett francia EB-n túléltük a csoportot, és utána volt a Liechtenstein, meg akárkitől ugye sorra kikaptunk, utána ment is a szövetségi kapitány. Igen. Tehát akkor sem váltottuk meg utána világot, mert utána is jött a völgy lefelé. Mert... Hát persze, de akkor az mindig azt szokták mondani, hogy van egy minimum, amit elvárnak, hogy így mondjam, teljesítsen valaki, hát ebben az esetben ugye magyar labdarúgóval, és van egy maximum. De a maximum az mindig az, hogy nyerjük meg az EB-t, ugye? Na most azért ez nem realista cél, tehát inkább azt mondom, hogy a minimális az, hogy jussunk tovább az első pont. Egyébként valóban mindegy, hogy első, második, vagy akár harmadik, mert hogyha harmadik, és akár szerencsével is, igen, akkor hát mégse vagyunk mi olyan rosszak, így alakult és kész. Igen. A maximális cél az, hogy a továbbjutás esetén egy következő fordulót még éljenek meg a mi fiaink, és akkor itthon, hát azt hiszem, hogy felvonulás lesz, nem tudom, hogy melyik körúton. De akkor Rossi most nagyon realista, azt mondta, hogy továbbjutás nem cél, hanem álom. Hát ahogy én őt ismerem, ő azért szeret álmodni, tehát azért ő neki a napi rutinjában az álmok benne vannak, mert amit ő idáig megálmodott, az valahogy mindig összejött. Vagy így akar levenni terhet a játékosokra, hogy ezt nyilatkozza? Én valószínűleg igen. Én a következőt, én ugye annyira nem ismerem. Ugyanakkor a csapatain, itt már beleértve a legelsőt is, tehát mondjuk a Magyarország honvédot gyakorlatilag, hogy mindig ki tudja hozni a maximumot a játékosaiból. Főleg nem is mindig azt mondanám, hogy a játékban, de eredményben feltétlenül, tehát valamihez ért. Ahhoz, hogy, és akkor lehetne azt mondani, hogy olyan edzéseket tartna, hagyjuk ezt a fenébe. Szóval ezek az edzések, meg mit tudom, amikor három napra összejövök egy-egy mérkőzésen, ott edzések nincsenek, ott duma van. Meg tudom-e fűzni, hogy te, Janikám, te vagy a világ legjobb jobbekje. Tehát magyarul bizonyos értelemben veremes szindróma van ilyen esetben, tehát azokat, akik kezdőbe kerülnek, aztán azok, akik akár később kerülnek kezdőbe, vagy becserélésre kerülnek, azokat olyan optimális minőségbe tudja felhozni, hogy kiadja a maximumát, és ezeknek az összessége adja a teljesítményt, azaz az eredményt. Én azt gondolom, hogy ehhez ő ért, ebben lehet hinni, bizonyos értelemben ő nem szívesen mondok ilyet, de talán ő még többet ér, tehát magasabb szinten van, mint maga a mi válogatottunk. Uh-huh. Tehát ő nagyon-nagyon sokra tartom. Futball lesz, aztán mi lesz, majd kiderül. Így van. Semmi nem történik egyébként, ha negyedikek leszünk a csoportban, akkor is lefér. Erre akartam utána, akkor sem történt semmi, amikor ugye túléltük a csoportot. És nem, hát, tehát így van. De hát ennyi. Most nyugodt vagy a Vasas szempontjából, nem játszott a Vasas, ugye nem volt jó a pálya, most jó pár meccs elmaradt, téli pihenőre megy a Vasas, negyedik helyen állnak, tehát nincs veszve a feljutás, a második hely, most úgy néz ki, hogy a Nyíregyháza az eléggé 5 ponttal ellépett a második helyen álló csapattól is, meg lesz a Vasasnak a feljutás? Hát ezt nem tudom, tulajdonképpen én ott voltam majdnem minden mérkőzésen, ha nem, akkor meg azért mondjuk így, hogy mert idegenben azért nem, mert inkább olvasgattam róla, ami nem ugyanaz, valljuk meg őszintén, de a lényeg az, hogy Isten igazából azt lehetett látni, hogy a végére valahogy azért úgy összerázódott a Vasas. Mit jelentette ez? Az azt jelentette, hogy játékban láttam őket tényleg jól játszani, most elsősorban a Győr, de akár a Nyíregyháza, érdekes módon az előttünk lévők ellen, akik futballoztak, akik nem futballoztak, azok ellen már ez kevésbé működött, de úgy összeállt, hogy így mondjam, a csapat. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezdjük majd megint a tavaszt.
mert nem szabad úgy kezdeni, mint ahogy az őszt, éppen egyébként a Budafokkal elkezdtük, hogy mindjárt otthon kikaptunk, ha jól emlékszem, 1-0-ra, mert akkor tényleg katasztrófa, most akkor Budafokon visszavágunk. Most ez a meccs maradt. Így van, ez most elment a, nem tudom, februárra, vagy valami hát, ilyen kezdésre. Hát már vége, hát ki tudja. Nem tudom, így van, hogy mit lehet tudni, hogy milyen tél lesz, mert igen. Ilyen se volt még egyébként az utóbbi időben, vagy novemberben hó esett, úgyhogy. Hát, hogy nyugodt vagyok-e a Vasast illetően, 100%-osan nem. Valljuk meg őszintén azért is a keret, a pénz, hogy így mondjam, valami olyasmit tudnék hivatalosan nyilatkozni erről, hogyha megkérdeznének, mint amit Dibusz nyilatkozott ugye tegnap, hogy hát azért nekünk nem kellene a negyedikeknek lennünk, ugye nem, ezt nyilatkozta, de érted, hogy én mire. De nem kéne azért nekünk negyedikek lenni, hanem a torony magasan nekünk kellene a Nyíregyháza előtt lenni. De hát Istenem, ez van. Ha följutunk, akkor meg teljesen rendben van minden. Mi történt a Fradival, ha már szóba hoztad? Hát a Fradival ez egy nagyon érdekes dolog. Remélem, hogy azért csütörtökön lesz ugye a mérkőzés, igen. Hogy csütörtökön nagyon összeszedik magukat. Állítólag vajon... erre vannak kihegyezve kimondottan hát, igen, a külföldi játékosokat, kimondottan ezért a nemzetközi porond. Igen, hát én is ezt mondanám egyébként, hogyha én lennék a Fradi vezetője. Attól még lehetne jól futballozni egyébként, tehát itt sem eredmény nincs jelen pillanatban a Fradi mögött, sem pedig játék nincsen, és az utóbbi az még rosszabb, hogy így mondjam. Nem tudják lefutballozni a magyar ellenfeleiket. Kérdéses az, hogy egy hasonló kategóriájú, minőségű, vagy talán még jobb minőségű ellenfél ellen mit tud a Ferencváros. Nagyon buktácsoltak az utóbbi időben, tehát a minőséget jelen pillanatban nem adták ki. Bízom benne, hogy igen, drukkolni tudok nekik, de valljuk meg őszintén az elmúlt hetek, talán már hónapokban is nem azt nyújtották, mint amit én nagyon szeretnék. De hát gondolom a szurkolók még inkább a Fradistán. Röviden, újpesti bukdácsolásról, ugye 5 meccs zsinóló vereség, a 6. meccsen végre 1 pont, döntetlen. Vinnyevics ugye mai napon kitálalt, ugye azt mondta el, mint annó annak idején egy heteit a Dino sporthíradóban Herédi Attila, hogy a fiatalokat kell játszatnia a bevétel miatt, és egy darabig nyertek a jobb képességű labdarúgók, akik viszont kimaradtak miattuk a csapatból, de most már lázong az öltöző, mert miért ők játszanak, mikor nem olyan jók, mint én. Ugye kell a pénz, viszont játszatni kell a fiatalokat, és Vinnyevics most itt 2 tűz között van. De Bognár is ugyanúgy annó hivatkozott pontosan erre, emiatt a szabály miatt, mert kell a pénz nekik is, nem tud a legerősebb csapattal nagyon sokszor kiállni, mert be kell tenni fiatalokat. Mi erről a véleményed? Erről körülbelül egy 20 perces véleményem lenne, és gondolom, hogy arról mi. Na most, Vinnyevics, jó edző, bebizonyította többször is, és nem csak most egyébként, hanem évekkel ezelőtt, tényleg az egyik legjobb külföldi edző, hogy így mondjam, Rossi után azért, de tényleg így van. Ez az egyik, hát miután Herédien végighallgatom a nyilatkozatot, és akkor megtalálom a hibát, valami ilyesmit mondanék én is, mert hogyha a magyarok ezt mondják, akkor én miért nem mondhatnám ezt, tehát valami nincs rendben az öltözőbe, ez szinte biztos. Akkor viszont, ha ténylegesen így van, amit ő mond, akkor azt mondom, hogy nem elég karakteres az edző, mert akkor azt mondja, hogy elnézést kérek, nekem nem adják meg azt a lehetőséget, akkor akit én szeretnék pályára küldeni, magyarul nem én állítom össze azt a kezdőcsapatot, hanem az elnök úr állítja össze, akkor az elnök úr viselje ennek. Én nekem köszönöm szépen, én most befejeztem itt az edzősködést. Bocsáss meg, így akkor nem lenne szinte egy edző sem az NB1, NB2-ben, hogyha ilyenek lennének az edzők? Kivétel ha minden van, tisztelt kivételnek, lenne. De jó párról tudjuk, hogy nem. Olyanról is tudok, aki ilyen, nincs is ott. Pont emiatt. Abszolút. Nem kell a tulajdonosoknak. Tudnék neveket sorolni. Én mondhatnám a tulajdonost is, ugye. Be lehetne azt is mondjuk, vagy meg lehetne úgy is oldani például, hogy a saját pénzét is belerakja, hiszen ő a tulajdonos. A tulajdonosokra általában az jellemző, hogy a saját pénzüket is berakják, kivétel Magyarországon. Itt valahonnan máshonnan szeretik összevonni. Mit értek ez alatt? Ugye már többször felvetődött például a 12 csapatos bajnokság helyett a
16 csapatos, amire azt mondta az MLS, hát hogyne, hát természetes, jó, akkor ugyanezt a pénzt 16 felosztó, a hátabról szó se lehetne, hozzászoktak ehhez a mennyiségű pénzhez, azt villával meg kell forgatni, és stb. Stb. Na most itt ezzel lehet vitatkozni, hogy akkor hozzunk már olyan szabályokat, hogy nem kell ide, ne adjon az MLS pénzt, sem ennyit sem, mindenki olyan nemzetiségű válogatott játékosokat hoz ide, tehát hozhat a Feöre-szigetekről is, meg mit tudom én, aki éppen befér, aztán játszadozzanak ugye a futballpályán, ez se jó megoldás, ugye? Tehát az MLS szeretne valami optimálisat, valami pluszt adni, ennek viszont ezt úgy lehetne elérni, hogyha mondjuk a tulajdonos, meg a vezető, mert itt azért kettő néha ugyanaz, néha nem egyébként, tehát ezért, és maga a megbízott edző, akit ők kinéznek, azok összeülnek, és elmondják, hogy tehát megállapodnak abba, hogy melyik irányba menjenek el. És esetlegesen például körül lehet nézni a magyar halpiacon is, hogy milyen játékosok, fiatalok, hol vannak, mit csinálnak, hogy tudom beépíteni szép lassan. Magyarul előre gondolkodok esetleg egy évvel, ne hogy Isten kettővel, hogy én magyarokat és fiatalokat is be tudok építeni, és hogyha ezt megtettem, akkor lehet, hogy most ráfizetek, de két év múlva meg ez visszajön. Ebben most nem akarom, és azért mondom, hogy itt nagyon sok olyan lehetőség van, amely gyakorlatilag megoldhatóvá tenné ezt a problémát, mert ez lehet, igen, hogy ez probléma, de önmagában ettől azért miért még szerepelhetne jobban is egy Újpest, úgyhogy 5 meccsből mondjuk azt, hogy kevés pontot szerzett az elmúlt időszakban. Zárásként. Igaz a hír, hogy könyv jelenik meg rólad? Egyrészt igaz, másrészt nem. Na most mi az, ami, igen, ott leszek a borítón, Kis László, és az, hogy rólam. Igen, van egy pár szó arról, hogy én Taszáron születtem. Kik voltak a szüleim, bátyám, stb. Rokonság. Igaz az is, hogy Kaposváron a Rákóczi-ba kezdtem el én a futball, és ott történtek egyes dolgok. Ahhoz, hogy aztán, aztán Pécsre kerültem, és aztán Vasashoz, meg válogatott is lettem. De ez rendkívül rövid. Valójában, amelyek az a könyv szól, az gyakorlatilag nem más, mint olyan írásaim, amelyek megjelentek, főleg a Covid ideje alatt, amelyek valóban megtörténtek a futballban, valóban velem vagy játékostársaimmal, névvel, hogy kikkel történt meg és hogyan. Uh-huh. Én nem azt mondom, biztos, hogy úgy is történt, legfeljebb természetesen egy picit ki van színezve. És ezeknek a gyűjteménye, illetve több mint, most nem akarok hozni, 14 vagy 16 embert kértem meg arra, hogy ha Kis Laci, azaz én, neked azt mondom, hogy ő, akkor neked mi jut eszedbe? Rendkívül érdekes dolgok jutottak ezeknek az ember. Van itt kérem szépen a gombfocitól kezdve az, hogy amikor én téged fogtalak, akkor éppen mi történt a futballpályán. Tehát valami teljesen más, hogyha valaki arra gondol, hogy a Kis Laci éppen elment a jobb színe, beadott, meg szép gólt rúgott, vagy ilyesmi, ezek nincsenek benne. Magyarul egy olyan, nevezzük azt, hogy izga... kulisszatitkokat árulsz, amiket nem tudtak eddig, vagy nem vettek észre az emberek, most azokból merítesz? Olyan megtörtént események, amelyek szinte minden csapatnál előfordultak, csak meg is vannak ezek, csak senki nem írta le őket. Na most azok az idős emberek, akik emlékeznek arra, hogy vagy hirtelen akartam mondani a vízipólóba a legalacsonyabb vízipólósunk volt, a Milyen György, a Kint vagyok a vízből írója, hogy ő is a medence világát gyakorlatilag ezeken a nüanszokon keresztül mutatta be, amelyek egy nagyon nem is izgalmas olvasmány, hanem egy derűre igenis okot adó, de mindenféle érzelmeket megmozgató, akár negatív érzelmeket is megmozgató dolgokon keresztül. Ilyen a futball világa, ezek történtek meg itt-ott. Akkor ezt most
te is írtad ezt a könyvet végül is? Ennek több mint az 50%-át én írtam, igen. Szinte változtatás nélkül, persze kicsit stilizálva, egy kicsit természetesen mondjuk így, hogy belejavítva, hiszen én nem vagyok író, én ezt nem értek. Én azt tudom, hogyha valaki ebből elolvas 3 oldalt, akkor találkozik 4-5 olyan eseménnyel, amelyet ő szívesen vesz, és kedvesen a karácsonyfa alatt, hogy így mondjam, beszélgetnek arról, hogy most mondd meg, hát ilyen is volt a futballban, Dél-Amerikában, a Kislacival, meg a Vasassa, hogy igen, ez is előfordult, és ráadásul erre mindenki bólogat, hogy ez ráadásul meg is történt, és ez nem fikció, hanem ez tény. Egy kicsit kiszínezve. Zárásként egy rövid mondat. Egy hét múlva hol fogod dedikálni a könyvet, és ha jól tudom, nem csak te leszel ott, hanem még egy-két régi vasas játékos is. Igen, köszönöm ezt a kiegészítést, sőt, gyakorlatilag minden olyan, ez a 14-16 fő, akit én fölkértem arra, ennek döntő többsége természetesen volt vasas, tehát Komjáti Bandi, Híres Gabi, Farkas Tibi, stb. De van ebben a női labdarúgásból is, meg máshonnan is olyan, újságíró is van benne, például Pajó Gyulai László, akiket én meghívtam erre az eseményre, nem csak velem lehet dedikáltatni ezt, hanem azokkal a régi játékosokkal és azokkal az ismert futballban ismert személyekkel is ott lehet találkozni, és ők is szívesen dedikálják, hiszen ez az ő könyvük is. Ez egy közös könyv, aminek én azt sem tudom, hogy ennek gyakorlatilag, hova lehetne ezt besorolni ezt a könyvet. Nem mondtad el, hány órakor hová kell menni? Bocsánat, de hova lehetne menni? Természetesen a Fáy utcába, 17, tehát jövő hétfőn, ez 18-a, 17 órától lehet, 17:00-kor egyébként elkezdünk egy beszélgetést, ahol az eredeti írója, a többi író, meg még én, mint író is ott szerepelek. Vasaspályán, így van, a Sterbinski csarnok mellett, oda várjuk a szurkolókat, egyébként meglepően nagy az érdeklődés. Nem is tudom, remélem, hogy lesz annyi könyvünk, amelyet egyáltalán ott megvásárolnak az illető. Olyan sok, hogy olyan nagy az érdeklődés. Nagyon örülök ennek, bevallom őszintén. Váradi Bélától kezdve mindenkiről szó lesz ebben. Köszönöm szépen, hogy voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.